Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, de az Üveghegyen innen, éppen a Szivárvány gyermekház legnagyobb termében volt egyszer egy mesevetélkedő. 340 bátor iskolás küzdött hétről hétre, hónapról hónapra az ország legszebb megyéjéből, hogy itt lehessen ezen a márciusi napon. Az összecsapásban 10 csapatnak sikerült felülkerekednie, most ők mérhetik össze erejüket a mesék mezején. A versenyből természetesen nem hiányozhat a bölcs és igazságos zsűri sem, akik döntése alapján a jó végül is el fogja nyerni méltó jutalmát. A csapatok még egy utolsó taktikai megbeszélést tartanak, a szigorú zsűri tagjai ellenőrzik, hogy elég vastagon fogja a ceruzájuk, mindenki helyén van, kezdődhet a mindent eldöntő verseny. Csapatoknak rövid frappás bemutatkozással kellett készülni. A verseny tehát ezzel kezdődött. Mi vagyunk a refisek, sosem vagyunk restek, tanulásban élen járunk, szeretetben sincs hiányunk, sosem ülünk restek. A csapatunk álomország, sokszor ott is járunk, hiába hív onnan vissza órán a tanárunk. A sok mese olvasása mesébe zárt minket, sokszor arról álmodozunk, hogy mesés lesz felnőtt korunk, és segít bennünket. De most szárnyainkat próbálgatva, együtt küzdve és izgulva, repítjük kis csapatunkat a csodás mesebirodalomba. Mesezsenik mi vagyunk, tudunk is, ha akarunk. Hát még hogyha élvezzük, csizmákat ha felvesszük, most indulunk versenyre, gyere velünk, van kedved? Hurrá! Szent Imre az iskolánk neve, Hajnalka a csapat feje, ereje. Három hős legényünk, Peti, Alex, Ati, kiknek mesét öröm hallgatni. S itt van Lilla, kinek neve csengése a tavaszt hozza. A bemutatkozás után a csapatoknak apró hirdetések feladóit kellett kitalálni. A feladat nem volt könnyű, de aki elolvasta a feladott I. és Gyula és Kányádi Sándor meséket, annak igazán nem okozhatott gondot például a következő hirdetés. Segítsen valaki, a vesztemre törnek. Többen meg akarnak szerezni, de nem adják olcsón a bőrömet. Gazdámnak nem csak a becsületét, de az életét is mentenie kell egy jókedvű este miatt. Ki lehetett a feladó? Hát persze, hogy az aranyszőrű bárány. A harmadik fordulóban mesetablót kellett színezni, a negyedikben pedig olyan kérdésekre válaszolva, mint például ennyi tehenet szerzett az együgyű Misó, vagy ennyi fehér galambbal találkozott a kiskondás, egy telefonszámot kellett kirakni. Majd a leggyorsabb csapat kipróbálhatta, hogy vajon helyesen tippelte. A feladat sikerült, de a csapat még nem úszta meg ennyivel, mert a vonal végén Varga Ferenc, a Szivárvány gyerekház igazgatója még feltett egy kérdést. Gyergyó Szent Miklóson élt egy bíró. Mikor a tatárok és a törökök betörtek Szent Miklósra, a bíró rafinált módon kicselezte őket. Hogy történt az eset? A csapatnak sikerült megválaszolnia a kérdést, és a zsűri természetesen ponttal jutalmazta őket. Az ötödik feladatban keresztrejtvénnyel tették próbára a csapatok tudását, a hatodikban pedig a gyerekek a magukkal hozott meseillusztrációkat mutatták be. Pontot akkor kaptak, ha a többiek eltalálták, hogy melyik meséhez készült a rajz. A zsűri a helyes válaszokat sok-sok ponttal jutalmazta.
A verseny egyik legizgalmasabb része a hetedik fordulóban következett, amikor a mindenre elszánt csapatoknak meserészleteket kellett előadni. Itt sem volt könnyű dolguk a gyerekeknek, hiszen nem csak egymással, hanem az idővel is versenyezniük kellett, ugyanis a produkciókra csak pár percet kaptak. Amondó vagyok, hogy ezt a szép, drága tojást költsük ki magunk. Jó példának a bíró ütte meg először a tojást. Bírat, anyám! Ott csak az, hogy az aranyszőrű bárányt elcseréltem egy szép fekete bárányra. Hozd be a bárányt! Ott ül középhegy a két király közt. Éjjel, nem hazudtál, ezért neked adom a burkus király fél országát. Én meg odaadom a lányomat, úgyis egymástól szeretetek várni. Nézzétek, jön a tavasz és szórja virágait. Tudta szét a fák és bokrok között, hogy aki elsőként megmondja, meddig ér a rigófűt, a tetőtől talpig aranyvirágba öltöztetem. Ki tudja megmondani, meddig ér a rigófűt? Aranyvirág lesz a jutalma. Ki tudja megmondani, meddig ér a rigófűt? Aranyvirág lesz a jutalma. Ki tudja megmondani, meddig ér a rigófűt? Aranyvirág lesz a jutalma. Hát ennek fele sem tréfa. Kerek egy kérdés, kemény dió. Jó napot, asszony! Jó napot, ember! Milyen finom illatok vannak erre, mit főzöl? Képzeld, járt nálunk egy tündér. Azt mondta, teljesíti három kívánságunkat. Én kívántam egy szép szál kolbászt. Hát akkor kívánjunk egy tinót, egy malacot és egy lovat. Nem kell ide tinó, ló meg malac. Egy ház! Ház kell nekünk! Nem, mert kellenek állatok is. De mi lesz a házzal? Na jó, én rágyújtok. Ó, te topa! Kiborítottad a vacsoránkat! Mit fogunk enni? Nőtt volna az a kolbász az orrodra! Neked is, kedves juhászom. Mi újság a tanyán? Felséges királyom, nagy baj történt kinn a nyár között. Mi történt, szolgám? Az aranyszőrű bárány elveszett. Mi csinálja? Várjuk ketten, hamarabb készen lesz. Nem bánom, úgyse fog neki sikerülni. Várjuk ketten. Na, most berakom ebbe a vödör vízbe. Látja, király uram, már alakult is. Azt hiszem, sikerülni fog neki. Várjuk még egy kicsit. Nem bánom, várjuk ketten. Most megint berakom ebbe a vödör vízbe. Látja, király uram, már kész is a fából vaskarika. Nagyot néztek a bőrszák, fümmögtek, de aztán belátták, hogy a bokornak igaza van. Annál is inkább, mert a tavasz is helyesül nem búrogatott. És láthatták azt is, amit emberi méltó jutalmát, mert abban a minutumban tetőtől tartik aranyvirágba borult. Nem talállak, győztél, kiskondás. Kiskondásom, gyere elő, én kedvesem. Itt vagyok, Tubicám, én a tiéd, te az enyém. Ásókapa és a nagyharang válaszol el benneteket egymástól. Látál-e már a harcike bokor rózsát?
Elveszett tárgyak című játékban az előre kihúzott cím alapján kellett kiválasztani a meséhez illő rajzokat, illetve tárgyakat. Az igaz-hamis fordulóban pedig a zsűri gondolatos és becsapos kérdései tették próbára játékosokat. A 9 próbás mindent eldöntő verseny ezzel véget is ért, persze a legfontosabb még hátra volt. Vajon ki lett a győztes? Ki lesz ott a mesevetélkedő országos döntőjén? A Baksai Általános Iskola csapata, akik a 4 Rotti és Csaba. Április 23-án tehát Baksáról a 4 Lotti és Csaba képviseli Baranya megyét Hódmezővásárhelyen. Nagyon drukkolunk nekik!